Szeptemberben hosszabbította a Vajnoki címvédő videót a futballcsapatának válogatott kapitánya 2018-ig, aztán a mély repüléssel indult őszön 12 meccsen egy gólt szerzett a belső hátvéd, a csapat meg a végére edzőváltással felpuszott a dobogóra, állnak a kupában is, jön a spanyol edzőtábor, és hát előtte itt van nálunk Juhász Roland, Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jö. Roli, elkezdődött a felkészülés a csapat életében, a tiszteltbeli elnök Kovács Feribácsi 82 éves lett, gondolom Feribácsi számára általában a legszebb Rendék, az az, hogyha ígértek neki valamit, mit lehet erre a tavaszra ígérni? Hát igen, mindenki más számára az a legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen. Ugye, a nehéz kezdés után azért szépen visszajöttünk itt a bajnokság december időszakára már, úgyhogy nagyon örömteli volt számunkra, mert tényleg igen nehezen rázottunk bele, és sok minden történt a csapat életében, ugye edzőváltás, a klubban belül is történtek változások, de most már azt látom, hogy azért elég szépen kezdünk kiegyenesedni, és most már egyre inkább az a csapat van jelen a pályán, amit mi elvárom, és ott a szurukok is elvárnak tőlünk. Na most ugye a magyar bajnokság az időjárási körülmények, infrastruktúrális viszonyok miatt ugye jóval hosszabb időre áll, mint a nyugati top bajnokságok. Mennyire lehet ezen segíteni, áthidalni a különféle edzőtáborokkal? Mennyire szereti a futbalista azt, amikor az edzőtábor heteken át tart, és ilyen szempontból milyen lesz az idei felkészülésetek? Én személy szerint kevésbé szeretem az edzőtáboros időszakot, jobban szeretek ugye mérkőzéseket játszani, de szerintem nagyon sok más játékos is így, így van ezzel. Az nem bánnád, ha nem állna le a magyar bajnokság? Nem, jön. nem. Ugye nekem szerencsére volt, berészem, hogy Belgiumban rendszerint játszhatunk decemberben, sőt karácsonykor is. Azért úgy gondolom, van az az időszak, az a karácsony időszak, amikor azért a szünetnek teret kell hagyni, de viszont ez a szünet is egy picit több, mint ami kell. De hát most szerencsések vagyunk, mert már február elején folytatódik a bajnokság, így is a felkészülés is kevesebb. Most egy kilenc napos edzőtábor szerepel egyelőre a programba, ami szerintem egy teljesen ideális. Ezekből a körülményekből azért ki kell szakadni. Jelen pillanatban ezek a műfőes edzések nem a legideálisabbak, úgyhogy nekünk szerencsére megadatik az, hogy jó körülmények között készüljünk. Azért ezt szerintem majd később ilyenben láthatjuk a teljesen remélem. Milyen az új edzővel, Horváth Ferivel dolgozni, mi változott nála, és te mit tartasz leginkább az ő edzői sajátosságainak? Én mindig nagyon örülök, ha én fiatal edzők szerepet kapnak a labdarúgásba. Ugye a Kasszony után jött a Pető Tomi, amivel indult ez a folyamat, és majd jöttek a Feriék, akikkel tényleg én is nagyon sok jót hallottam már korábban arról, de ez abszolút most személyesen is megtapasztalhattam, hogy milyen felkészült és jó edző. Persze hozzátartozik az is, hogy nagyon sok mindent próbál átmenteni a saját példáit hozza fel az ő pályafutásából. Ezt szerintem külön motivációt ad mindig a játékosoknak, hogy egy olyan emberrel tudnak egy dolgozni, aki tegnap régen még a futballpályán volt jelen. Szerintem a csapat elég jól megtalálta vele a közös hangot, úgyhogy ez látszik most már az eredményeken is. A, a, miben lesz más ez a tavaszi videótanő most a menet közben, az őszi szezon közben vette át a csapatot, nyilván most van idő arra, hogy igazából meg tudja mutatni és meg tudja valósítani azt az elképzelést, ahogyan ő szeretné, hogy ez a csapat. Igen, ja, hát a szezon közben mindig nehezebb egy edzőnek. most azért itt egy hónap, hogy együtt készülünk és ö, ne ennek a nehéz tavasznak, ugye szeretnénk folytatni azt, amit elkezdtünk egy két-három hónapja, ugye most a játékban és azért jöttek elő olyan elemek, amik ami korábban jellemezte a, a vidit. Tavaly mondhatom, hogy szinte minden összejött a csapatnak. Most azután a nehéz helyzet is fel tudtunk állni, de persze tovább előre kell, előre kell néznünk, és még több van ebben a csapatban. Biztos vagyok benne, hogy lesz két változás a keretben. Azért egy támadónk van jelen, a keretben biztos vagyok, hogy érkezik majd mellé valaki. De hát meg a kezdés is majd nagyon fontos lesz persze, hogy hogy tud neki mert ja, nehéz mérkőzés lesznek itt az elején. Neked az új edzővel a feladataid módosultak valamennyiben hátul a játékrendben abban, hogy mit vár tőled? Nem, hát azért egy belső időnek elég kötött a feladata, azt mondom, nagyon fontos az irányító szerepkör, ott egy kapus és egy belső idő szerintem az, aki a legjobban átlátja az egész pályát és legtöbbet tud segíteni a társainak, de hát a koromból adódó és tényleg a, abból is, hogy mondhatom, nagyobb rutinnal rendelkeznek, mint ott a társaim, ezáltal azért elvárás is ezt tőlem, hogy ott irányítani a, a, csapatot és a védelmet, de hát ez szerintem minden edzőnél hasonló. Ha már utaltál, hogy nem lesz könnyű a tavasz, nem is indul majd könnyen Újpest, hogy a bajnokságban, a kupában pedig a Fradi lesz az ellenfél, ami talán sokak szerint jobb lett volna, ha adott esetben a döntőben jött volna össze ez a mérkőzés, hát nem így lesz. Mit vársz ezektől a mérkőzésektől? Hát szép feladat így kezdésként, de hát a felkészülés során is azért elég, hogy hallottam, ami a ellenfelekkel szeretnénk majd játszani. Én örülök neki, hogy ilyen erős csapatok ellen kezdjük a bajnokságot, mert ha ezeket sikerül jól e, vennünk ezeket az akadályokat, akkor ez egy komoly lendületet adhat a csapatnak. És ahogy korábban is mondtam, tényleg ez a tavasz nagyon fontos lesz ott a második helytől a középmezőnyünk azért elég együtt vannak a csapatok, és egy-egy mérkőzés döntően befolyásolhatja majd szerintem itt a végelszámolásnál, hogy ki hogy végez. Tudtok már egyébként? Mondtad, hogy erős ellenfelekre számítasz a felkészülésbe. Tudtok már konkrét neveket, ami, ami igazán húzós lesz? Egy-két nevet hallottam, de még szerintem nincs semmi lekonkrétizálva. Azt tudom, hogy talán négy mérkőzés fogunk játszani ez alatt a kilenc nap alatt, ami mindenképpen, ahogy korábban is mondtam, fontos, hogy minél több meccset játszunk itt ebben az időszakban. Ha most beszéltünk a bajnokságra és a kupáról, melyik lesz a fontosabb? Lehet azt mondani, hogy mindenképpen a kupa győzemre törekedtek, hiszen a bajnoki arany, hát mondhatni, elment már? Mind a kettő nagyon fontos. A bajnoki arany az valóban elég messze. Van francszeres előnye azért, mondhatni, nagyon nagy velünk szemben, de ott szeretnék végezni a dobogón, persze szeretnénk azért valami kupát elolteni az idén, ez pont ugye a magyar kupa, itt a, aktuális lehet, de hát mindig a soron közül mérkőzésekkel koncentrálunk, azért nem szabad itt túl leszire előre nézni. Na most nyilvánvalóan NATO, tehát a nemzetközi kupa szereplés az egy kötelező feladat, és az a kérdés, hogy már mennyiben gondolkodtok arról, te nyugodtan gondolkodtasz, hiszen hosszú távon a vidihez kötődsz, hogy, hogy abban a nemzetközi kupában majd hogyan kellene szerepelni, mert azt lehet mondani, hogy nálatok már lehet, hogy az Európa Liga csoportkör az egyfajta mérce, nem? Hát igen, főleg az, azért ismertetve, hogy az nem úgy sikerült ez a, persze, hogy ki kell harcolni, hogy elérjünk erre a pozícióra, de ha esetleg úgy hozza majd a, a szezon, akkor utána nagyon fontos ez, hogy jobban helytállni, mint a tavalyi szezonban tettük, bár az hozzátartozik, hogy azért nagyon sok nehézség volt tényleg ebben az időszakban, ez utólag azért látszódott is, tényleg, hogy ez egy hosszabb folyamat lett, az a nehéz időszak, mint amire mindenki számított, úgyhogy bízom benne, hogy majd itt egy ugyanezzel a rendezett körülmények között, mint ami most jellemző csapatot, így azért könnyebb lesz rá készülni, ha esetleg ott leszünk tényleg a nemzetközi kupát érő helyen. Azonban addig rád még várhat egy nagy élmény az Európa-bajnokság. Azt állíthatom, hogy ez életed nagy kihívása lesz, vagy lehet? És talán életem legfontosabb éve is. Uh -huh. Tényleg ez a fél év és ez az év, mondhatom, ez tényleg nekem különösen fontos. Ugye végre érte a egy olyan eredményt, amit már nagyon hosszú ideje vártunk és vártak tőlünk. nagyon jó szerintem az minden egyes játékosnak, és a bajnokságnak is nagyon jó tesz, mert biztos, hogy benne minden játékos be akarja bizonyítani, hogy hely van a válogatott, és ott szeretne lenni ezen az Európa bajnokságon. Ez persze nekem is hasonlók a, a szándékaim, mindent megtenni ebbe a azért, hogy mind a Vidivel jó szerepek, és hát ha a Vidivel jól sikerülnek a dolgaim, akkor ott lehetek a válogatottban is. Igen, hát nyilvánvalóan az a célod, hogy a védelem tengerében ott legyél. A, a, talán a legfontosabb, egy tapasztalt játékosról van szó, hogy elkerüljenek a sérülések. Igen. Az elmúlt évben, ugye márciusban volt egy sérműtétem, ami azért eléggé kiadott az egész évemre. Nagyon sokat bajlottam ezzel a sérüléssel. Most mondhatom, hogy a három hetes pénnek is köszönhetően azért panaszmentes vagyok. Úgyhogy hát egy játékosnak az a legfontosabb, hogy egészségesen tudja elkészíteni egy szezont és a felkészülést mert utána, ha azt végig tudja csinálni most mentesen, akkor lehet -e igazán egy jó szezont szerintem csinálni. Na most látva a magyar mezőnyt, látva a belső védő kínálatot, és látva, jól ismered, Ben Stork elképzeléseit is, hányan vagytok igazából, akik potenciálisan szóba kerültek ott a belső pozíciótól? Hát, nehéz számot mondani, meg hát, hogy mondtam, azért négy hónap van itt a a felkészülés ugye négy hónap múlva kezdődik majd a felkészülési májusban. Ö, és hát a kapitányra azért jellemző, hogy vállalatlan húz. Nincsenek, amit szerintem egy jó dolog, hogy nincsenek. Stabil ö, fix. Igen, mindenki, mindenki, adott, uh -huh. mindenki előtt adott a lehetőség, hogy bekerüljön a válogatottba. Azért is mondtam, hogy ebből szerintem az egész magyar labdarúgás is profitálhat, hogy ez a játékosok számára is egy olyan motivációt adhat, hogy látják azt, hogy bárki előtt nyitva a kapu, és oda lehet kerülni egy jó Fél szezonnal, ezért kell mindenkinek, senki nem érezheti magát biztonságban. Na most azért ez, ez, ezek a védőposztok persze nagy tapasztalatról is szólnak sok esetben. Ezek, ezekben a pozíciókban te lehet képzelni, akár itt is, hogy új Klein helyzlerek feltűnnek majd az Európa bajnokságon? Én nagyon bízom benne. Tehát azért vannak fiatal tehetségek, hallani, nem olyan, hogy azért vannak olyan játékosok, akikben komoly Jövő elő, kikomó jövő előtt állnak, a Laci jó példa lehet előttük, hogy tényleg dolgozni kell napra-napra, és akkor ha jön a lehetőség, akkor élni kell vele, én örülök neki, hogy ő ezt megtette, mert a többi fiatal, is, fiatal előtt is ez egy követendő példa lehet. Róli, láttuk a válogatottat a sok küzdés után nagyon okosan és intelligensen is futballozni a lejtezőkön, Azt gondolom, hogy taktikailag, szellemileg is fölmúltátok, fölmúlt a csapat a norvéokat. Mindezek után szerinted milyen stílus jellemzi majd a Stor csapatot Franciaországban? Szerintem hasonló stílusban fog a csapat játszani, bár azért ennek köszönhetően, hogy itt lesznek össze, vetelek, ugye a a hónapok során, is ugye azért a bajnokságnak is április vagy más elején vége, így elég sok idő lesz arra, hogy együtt készüljön a csapat, mert ez a vállalatotnál sajnos mindig egy uh, sorokatos probléma, hogy nem mindig van elegendő idő arra, hogy a csapat felkészüljön. Most majd több időnk lesz arról, hogy tényleg ebből a játékból még tovább fejlődni, mert azt mondom, hogy mindennek az alapja ez a, uh, a játék, amit ugye játszottunk ezen a két mérkőzésen, látszott, hogy nagyon szervezettek voltunk és türelmesek, és hát meg is lett az eredménye. Na most ugye te a nyáron 33 éves leszel, és az a kérdés, a szerződésed meghosszabbítva Fehérvár az egy, ez egy jövőkép előtted, de látsz -e még másfajta perspektívát magad előtt, legyen úgy, hogy a magyar válogatott jó benyomást kelt Európára, akár a menedzserekre is egy, egy, jó stílusos játékkal. El tudod még képzelni, hogy megint belevágsz egy külföldi kalandba? Szerintem egy 33 es játékosnak már nagyon nehéz így egy újabb kalandba belevágni. Én nem azon leszek, hogy itt van ez a két és fél szerdés, hogy ebből a maximumot kihozzam. Ha ebben lesz esetleg egy váltás, akkor állok elébe, de most jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy itt a maximumra törekedjek, és akkor már meglátjuk, hogy hogyan tovább. E, és végül hadd kérdezzem tőled, ez a bizonyos maximum majd az Európa bajnokságon e, abszolút elképzelhetően tartod a csoport további Nagyon fontos ez az első mérkőzés, egy ilyen tornán szerintem az első mérkőzésen a csapat jó eredményt ér el, az, egy rendületet adhat nekünk. Én azt mondom, a sorsolás, egy olyan csoportba kerültünk, ahol onnan tovább lehet kerülni. Nem elég szív meg a csapat azzal, hogy kijutottunk itt az ebére, azért szeretnénk ott is egy olyat alkotni, amit mondjuk elvárnak tőlünk. Hát így legyen, minden esetre most először pedig jó felkészülés neked erre a tavaszra és nyára. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm.